Angyal József vagyok, a Gödöllői Szent István Egyetem Körzet és Tájgazdálkodás Intézetének igazgatója. Ez egy olyan intézet, ami a rendszerváltás környékén az agrár felsőoktatás átalakítását, méghozzá egyfajta többfunkciós mezőgazdaság, fenntartható mezőgazdaság irányába való átalakítását tűzte célul, egy új programot dolgozott ki, a korábbi technológus képzést próbáltuk ennek a koncepciónak megfelelően átalakítani, egy agrár értelmiség képzésé. Most ez az intézet így most már lassan 20 éve működik, és egy új szakot gondoz, környezetgazdálkodási agrármérnök szakot, illetve újabban a természetvédelmi mérnök szak is a mi intézetünkhöz tartozik. Eddig több mint 1000 diplomát adott ki az intézet. Agrár, környezetgazdálkodás, vidékfejlesztés, mondhatom azt, hogy talán a fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés koncepciójának megfelelően. Talán hogy kezdjem azzal, hogy azt gondolom, hogy nagyon aktuális ez a témaválasztás. Nagyon sok a félreértés a fenntarthatósággal kapcsolatban általában, és a fenntartható mezőgazdasággal, a fenntartható közösségekkel kapcsolatban is. Hajlamosak a gazdasági szereplők, a politika maga és a szakpolitika is ezt úgy értelmezni, mint hogyha itt egy fenntartható gazdasági növekedésről lenne szó. Ez egy alapvető tévedés. Itt a fenntarthatóság maga arról szól, hogy tudunk olyan gazdasági rendszereket kialakítani, amelyek úgy működnek, hogy közben a természeti értékeket, egy élhető világot fenntartunk, és ráadásul ezek a rendszerek közben a helyi közösségeket is megőrzik. Mert hogy végül is a gazdaság tulajdonképpen ezekért a helyi közösségekért, a társadalomért van. Tehát talán onnan kezdhetnénk, hogy valóban újra kell, vagy az alapokhoz visszatérve kell újra értelmezni a fenntarthatóságot, amely nagyon téves irányba ment el. Nyilván bizonyos gazdasági érdekkörök próbálnak egy ilyenfajta értelmezést adni a fenntarthatóságnak. Ami a mezőgazdaságot illeti, talán a mezőgazdaság az, ami leginkább, ha most évszázadokra vagy a tradícióinkra visszatekintünk, mutatja azt, hogy milyen elemekből is kell építkeznie egy hosszú távon működőképes rendszernek. Egyáltalán nem arról van szó, a mezőgazdaság esetében ugyanis, és sohasem arról volt szó, hogy ez egy lenne a gazdasági ágazatok közül. A mezőgazdaság mindig is környezetet, tájat, élővilágot termelt, ha szabad így mondani, tartott fönn, fenntartotta az élhető környezetet. Ez ma sincs másképp, hiszen a mezőgazdaság a területek mező- és erdőgazdasági együtt, ha szabad így együtt kezelni, 85%-át ma is ezt használja. Tehát nem tudjuk fönntartani ezt az élhető környezetet, vidéket, ha a mezőgazdaság egész rendszere nem emeli be újra ezt az alapelvet, hogy tudnillik a természeti rendszerekkel együttműködve, azokat fönntartva hosszú távon, az ökológiai egyensúlyt fönntartva kell működtetni ezeket a gazdasági rendszereket. De ezen túl mindig is munkát, megélhetést adott a vidéki közösségek, a helyi közösség számára. Sőt, hát maga a név is, különösen a különféle idegen nyelvekben megfogalmazódó elnevezése a mezőgazdaságnak, az egyáltalán nem arról szól, mintha ez pusztán egyfajta agrobiznisz lenne. Egyfajta üzleti tevékenység, gazdasági tevékenység lenne. Kétségtelen az, hogy a mezőgazdaság elsősorban gazdasági tevékenység. De ennél sokkal többet jelent, sokkal többféle teljesítménye van a mezőgazdaságnak, amelyekről, hogyha elfelejtkezünk, akkor a fenntarthatóság szempontjából nagyon téves rendszerek irányába megy el a mezőgazdaság. A mezőgazdaság, agrikultúra ugyanis, hogy visszatérjünk a fogalmi meghatározáshoz, a földhöz, az ágerhez kötődő kultúrát jelenti. A generációk során fölhalmozott tudás továbbvitelét is jelenti, egyfajta a nemzeti örökségünk egyfajta részének a fönntartását és továbbvitelét jelenti. Ha ezeket a feladatait a mezőgazdaság, tehát az ökológiai tájfenntartó feladatait, továbbá a helyi közösségek megtartó funkcióit, illetve a kultúra, a földhöz kötődő kultúra fenntartó és továbbfejlesztő funkcióit elveszíti, akkor ez inkább egyfajta biológiai iparrá válik, ennek nem sok köze van a mezőgazdasághoz. Az iparszerű mezőgazdaság ebbe az irányba ment el. Tulajdonképpen nem történik más, mint az eredeti alapelvekhez kéne visszatérjen a mezőgazdaság,
És egy olyan fajta mezőgazdaságot kell tehát kialakítanunk, hogyha azt akarjuk, hogy gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból egyaránt működőképes legyen ez a rendszer, amely úgy állít elő értékes, szermaradványmentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket. Itt külön hangsúlyozza ezt a fajta élelmiszerbiztonságot, mint nemzetbiztonsági kérdést. Szóval úgy állít elő ilyen biztonságos és minőségi élelmiszereket, hogy közben megőrzi a tájat, az élővilágot, a talajainkat, a vízbázisainkat, egy élhető környezetet tart fönn, és ráadásul ezt úgy teszi, hogy munkát, megélhetést, elfogadható jövedelmet biztosít a helyi közösségek számára. Ezek a funkciók aztán világosan jelzik, hogy itt teljesen más dologról van szó. Tehát egy fenntarthatóan működő rendszernek nem csak gazdasági szempontból kell elfogadható eredményt adnia, bár kétségtelenül ott is elfogadható eredményeket várunk a mezőgazdaságtól, hiszen ebből családok élnek, mint gazdasági tevékenységből, tehát a jövedelemtermelés egy alapkérdés, de ezt úgy kell tegye, hogy a környezeti és társadalmi dimenziókban is megfelelő teljesítményeket adjon. Már most, ha nem ilyen mezőgazdaság alakul ki, mint ahogy az iparos rendszereknél, vagy látjuk ezt a világ más részén is, nem csak Európában, vagy Magyarországon, az iparszerű mezőgazdaság esetében, mondjuk Dél-Amerikában, ahol egyedül az első dimenzió, tehát a gazdasági dimenzió határozza meg a mezőgazdaság szempontjait, és ott is a profit termelő képesség, mint az agrobiznisznek egyik alapmérőszáma határozza meg, hogy milyen rendszereket alkalmazunk, akkor ennek katasztrofális következményei vannak nem csak környezeti szempontból, hanem a helyi társadalomra is. És itt jutunk el a helyi közösségekig. Egy társadalom stabilitását a társadalom belső kohéziója, a helyi közösségek ereje és ezek együttműködése adja. Kis egységekből, kis közösségekből épül egy stabil társadalom, és az állam, amelyet a közösségek épp azért hoztak létre, hogy ezeknek a közösségnek az erejét fenntartsa, hogy környezeti, ökológiai, társadalmi, szociális és kulturális szempontok mentén kordába tartsa a tőkemozgásokat. Nos, ha nem így működik ez a rendszer, akkor bizony ennek a katasztrofális következményei vannak a helyi társadalomra, a helyi közösségre, és ezzel az egész társadalomra. Nem csak a vidékről van itt tulajdonképpen tehát szó, nem csak a falusi közösségek problémájáról van szó. A vidéki térség európai kartája, egy 1996-os dokumentum, jelezve azt, hogy tulajdonképpen Európa is elkezdett ezen a problémán gondolkodni, mert hogy ez az iparosodási folyamat és ez a intenzív, kizárólag profit érdekek mentén berendezkedő, tőke érdekek mentén berendezkedő mezőgazdaság kisöpri a vidéket, eltávolítja a helyi közösséget, ugyanúgy, mint ahogy ez Dél-Amerikában megtörtént. Nos, Európa is elkezdett ezen a problémán gondolkodni, és a vidéki térség európai kartája éppen 1996-ból fogalmazza meg, hogy város és vidék közös sorson osztoznak. A probléma, amit egy ilyen tőkeérdekek mentén, ráadásul globalizációval egybecsúszva, egy multinacionális tőkeérdekek mentén berendezkedő mezőgazdaság és gazdaság jelent, ez a probléma, ami így rázudul a vidékre és a helyi közösségekre, amely kiűzi tehát ebből a közegből ezeket a közösségeket, és egyfajta gyárcsarnokká teszi, profit termelő gyárcsarnokká teszi a vidéki térségeket, elfelejtve annak ökológiai és társadalmi egyéb funkcióit, feladatait. Nos, ez a probléma nem csak a vidéket teszi tönkre, hanem ez a probléma, miután ezek a közösségek, ha elhagyják azt a terepet, ahol évszázadokon keresztül éltek, a generációk hosszú során keresztül művelték a földet, vagy a földhöz valamilyen módon kapcsolódó tevékenységet folytattak, kézművesség és egyéb, sok minden kapcsolható ehhez. Nos, ahogy elhagyják ezt a közeget, ezt a természetes közeget, ahol egy szerves fejlődésben kialakult ez a földhöz kötődő, a fogásokat magába tartozó, a helyi ismereteket magába foglaló tudásanyag, ha ők elhagyják ezt a terepet, egyrészt ők gyökértelenné válnak. Kiürül ez a vidék, ennek ott a vidéki térségben súlyos környezet és egyéb problémái vannak, de ez a sokasság, aki így kénytelen elhagyni a terepet és átengedni a tőkeérdekeknek ezt a vidéki térséget, a falut, mint egy termelési teret, és kizárólag ezek a profit termelési szempontok határozzák meg tovább ott a folyamatot. Nos, ezek a közösségek, mutatja Dél-Amerika, ezek a nagyvárosok környezetében jelennek meg.
Így alakulnak ki azok a szociális gettók, nyomornegyedek, bádogvárosok, kinek hogy tetszik, vagy nem tetszik az elnevezés. A maguk milliós nyomorgó népességével, akik zömében a falvak társadalmából verbuválódnak, azzal a reménnyel jönnek a nagyváros környezetébe, hogy itt majd munkát, megélhetést találnak, de a város nem képes felszívni azt a népességet. Ráadásul, ha megszűnik a helyi élelmiszertermelés, tehát nem csak ez sújtja a várost, hogy megterheli ez a sokaság a városi környezetet, ami egyébként is sokféle problémával terhelt, hanem ráadásul, ha megszűnik a saját élelmiszertermelés, amit hagyományosan mindig is a saját vidéki térségek biztosítottak, város és vidéke, erről szólt hosszú évszázadokon keresztül a történet, ahol szerves kapcsolat volt a vidék és a város között, és a vidék biztosított sok minden a túléléshez szükséges dolgot a város számára, élelmiszert és sok egyéb mást is, energiát, sok minden a vidéki térségből számított. Most ezeket a nemzetbiztonsági szempontból fontos teljesítményeket elveszíti a társadalom. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szuverenitásának egyre nagyobb hányadát adja föl, és teljes kiszolgáltatottság következik ebből, nem csak a vidéki térségek népessége számára, akik gyökerüket vesztik és elhagyják ezeket a térségeket, hanem a város számára is, ahol ők megjelennek, és ahol az eddigi biztonságot nyújtó teljesítményei a vidéknek eltűnnek. Szóval, ha azt akarjuk, hogy hosszú távon működőképes, stabil legyen maga a társadalom, és az állam eredeti funkcióiból kiindulva azt gondoljuk, hogy az államnak épp az a feladat, hogy ennek a feltételeit megteremtse, hogy korlátokat állítson a pusztán tőke érdekek szerint működő gazdaság elé, és a helyi közösségek, a környezet és a környezet szempontjai mentén korlátozza ezeket a tőkemozgásokat, akkor az államnak vissza kell térni ezekhez az eredeti funkcióihoz. Úgy tűnik, hogy ma itt, ami körülvesz bennünket, ez az állam, ez minthogyha föladni látszana ezeket a feladatait, és minthogyha ez az állam éppen inkább a tőke érdekeket szolgálná, a szabad tőke behatolás számára szabadítaná fel a terepet, számos olyan intézkedés lát napvilágot, ami inkább ezeket a tőke érdekeket szolgálja, és ez a mezőgazdaság esetében nagyon sok ponton tetten érhető, ami kifejezetten az ilyen típusú környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható mezőgazdaság és vidék ellen van. Egyre világosabban látszik, hogy ez egy folytathatatlan irány. Talán Magyarországon abból a szempontból súlyosabb a helyzet, hogy itt ez a fajta globalizáció, ráadásul egy olyan mértékű gazdasági társadalmi átalakulással, egy új gazdasági térhez való csatlakozással is párosul, és egyfajta megkésett eredeti tőkefelhalmozással is párosul, amik súlyosabbá teszik a globalizációnak egyébként is látszó hatásait. Szóval egyre világosabban látszik, hogy társadalom csak akkor lesz fenntartható, és mindig is a történelemben is így működtek a fenntartható társadalmak, hosszú távon működőképes, sikeres társadalmak, hogyha megvédjük ezeket a közösségeket ezektől a hatásoktól. Tehát a világ erőforrásait, ha szabad ide egy picit utalni, kb. 2000 tőkeért, nagy tőke érdekeltség tartja, az erőforrások is a javak túlnyomó többségét a kezében. Akkor van esélye, ugye Kortent szokás időnként e tekintetben idézni, aki azt mondja, hogy egyfajta modern kétpártiság alakult ki, nem politikai értelemben, a világban, ahol egyik oldalon állnak ezek a globális tőkeérdekek. Mondhatjuk, hogy ennek a 2000 nagy tőkeérdekeltségnek az érdekei, profit érdekei, a másik oldalon állnak a helyi közösségek érdekei. És ő azt mondja, hogy ez önmagában még talán nem probléma, és nem vezet katasztrófához, szóval egy harmadik szereplő az állam, amit a közösségek maguk hoztak éppen azért létre, hogy kordában tartsa ezeket a tőkeérdekeket, hogy a piacot, ahol ezek a tőkeérvényesek érdekek a legnyilvánvalóbban megjelennek, hogy ezt a piacot korlátok közé szorítsa. Azt mondja a Kortem, hogy baj abból származik, tehát nem ebből a kétpártiságból önmagában. Ez önmagában még kezelhető lenne. Baj abból származik, hogy az állam
amit a közösségek épp erre saját védelmük érdekében hoztak létre, ez az állam fogja magát és átáll a tőke oldalára. Akkor végbeszélybe kerülnek a közösségek, mert a saját védelmi rendszerüket sajátítja ki a túloldal, és nincs védekező mechanizmusuk. Tehát ehhez erős állam kell, itt tévedések vannak. Ugye a piacliberalizáció, ez a neoliberális elképzelés, ez sokfelé a világban megmutatta, hogy nem képes hosszú távon működtetni. Még csak a gazdaságot sem. De a társadalmat megtartani, a egyensúlyt megtartani társadalmi és környezeti szempontból végképp alkalmatlan. A piac nem tudja ezeket a teljesítményeket nyújtani, sőt, ezek a teljesítmények eltűnnek. Az életünk nagy része nem a piaccal kapcsolatos. A fenntarthatóságnak is a meghatározó dimenziói nem a piachoz kötődnek, és nem a profittermeléshez, a bizniszhez kötődnek, hanem sokkal inkább környezet és társadalmi, kulturális, szociális dimenziókban jelennek meg a legfontosabb elemei a fenntarthatóságnak. Tehát, hogyha a világ meg akarja őrizni valamilyen szinten a környezeti egyensúlyt, látható, milyen módon borítják föl ezek a tőkeérdekek, és az ezek mentén működő gazdaság ezeket az egyensúlyi viszonyokat, és meg akarja őrizni a helyi közösség erejét, mint a társadalom fennmaradásának alaperejét, akkor más módon be kell avatkoznia magának, az államnak. Úgy mondja ezt, talán ez a fejlődési irány, hogy egyfajta ökoszociális piacgazdasági modell irányába kell magának, az államnak elmozdulnia, ahol ökológiai és társadalmi, szociális, regionális, kulturális szempontok mentén az állam korlátokat állít a tőkemozgások elé. Ha ezt nem teszi meg, ugye ebben nem is érdemes talán belegondolni, mert ennek katasztrofálisak a következményei, ha kizárólag a piac és a profit érdekek vezérlik a fejlődést. Nem arról szól a történet, hogy mondjuk egy 100 évvel korábbi, vagy 200 évvel ezelőtti modellt egy az egybe újra kéne indítanunk, hanem arról szól, hogy azokat az elveket, amelyek évszázadokon keresztül a társadalom és a közösségek működését biztosították, és egy nagyobb közösség, egy nemzetnek a prosperitását, a fejlődési lehetőségeit adták, nos, hogy ezeket az alapelveket fogalmazzuk újra a mai viszonyoknak megfelelően, figyelembe véve az új fenyegetéseket is, amik azóta jelentek meg. Minden fenntartható közösség itt évszázadok során, hogyha ezt a falu-város kapcsolatot nézzük, például az élelmiszerellátás, hogy egy nagyon fontos kapcsot említsek a két terület kapcsolatában, élelmiszerellátás szempontjából úgy működött, hogy belülről kifelé történt a termelés, a feldolgozás és az értékesítés rendszere. Mit jelent ez? Mint alapelv, és persze nem ugyanazokkal az eszközökkel, de ezt az alapelvet például vissza kellene hoznunk, szemben az áruk szabad áramlása globális elvvel, ami persze a tőkének tökéletes, mert oda megy, ahol nagyobb profitot tud termelni, nem tekintettel, nem lévén arra a helyi hatásra, amit ezzel kiváltott a helyi közösség, vagy a helyi gazdaságot illetően. Mit jelent ez a belülről kifelé, vagy hálózati gazdaságnak is lehet mondani, kis egységekből épülő gazdaságnak, hálózati gazdaságnak is lehet mondani. Ez azt jelenti, hogy mindig először magunknak termeljük meg az élelmiszert, mint a nemzetünk biztonságát jelentő elemet. Ugye ma a nemzetbiztonság, különösen ebben a globalizált világban, egyáltalán nem a honvédelem állapotától függ, hanem az élelmiszerellátás a nemzetbiztonsági kérdés, a vízellátás, az energiaellátás, a környezetbiztonság, ezek adják a nemzetbiztonságnak az alapelemeit. Ezért ebből a szempontból kell újra gondolnunk azt a régi rendszert, ami azt mondta, és évszázadokon keresztül fenntartható, működőképes volt, hogy először magunknak termeljük meg a szükséges élelmiszert, a többségét az élelmiszerünknek, amit mi elfogyasztunk, képesek vagyunk, sőt, jobb hatásfokkal előállítani ott helyben, és nem a világ másik pontjára hurcolászni. Aztán, ha a saját élelmiszer ellátásunk rendben van, tehát ebből a szempontból biztonságban vagyunk, termelünk a környezetünknek, a környező városnak, közvetlen kapcsolatban vagyok a várossal, a saját ellátásomon túl tudok annyit termelni, hogy ellátom a környező várost, a térséget, a megyét, a nagyobb térséget, az országot. Tévedés, és ez egyfajta
neoliberális paradigmaként valahogy beívódott az agyakba, hogy Magyarországon is a mezőgazdaságot az export vezérelni. Soha nem az export vezérelt az élelmiszerellátást. Vagy legalábbis amikor a szerves fejlődés tetten érhető volt, akkor az egyéb funkciók, ezek a bizonyos nemzetbiztonsági funkciók mindig a export teljesítmény, gazdasági teljesítmény elé helyeződtek. Az export akkor jön be, hogy adott évben már ezeket a köröket mind lefettük, elláttuk magunkat biztonsággal, élelmiszerrel. A város-vidék egyensúlyban van, jó minőségű, szermaradványmentes, egészséges, biztonságos élelmiszerrel el vagyunk látva, és az adott évben többlet keletkezik. Akkor azt a többletet megpróbálhatjuk külső piacokon elhelyezni. De az aztán egy végletes tévedés lenne, hogyha azt mondanánk, hogy ez vezérli. És ha megfigyeljük, az agrár szakmai elit nagy része még ma is azt mondja, hogy kérem szépen, milyen export teljesítményei vannak. A miniszter urat meghallgatja az ember, mindig azt mondja, hogy hát semmi baj itt a mezőgazdasággal, ilyen és ilyen, az export-import egyenlegünk ilyen pozitív szaldót mutat. És közben mennek tönkre a helyi gazdaságok, megy tönkre a helyi társadalom, megy tönkre a falu, minden tönkre megy körülötte, miközben ez a bizonyos export-import egyenleg állítólag és ténylegesen pozitív szaldót is mutathat. Tehát a helyi feldolgozás értékesítés, a helyi termelés, a helyi feldolgozás értékesítés támogatása, ennek a rendszereinek a kialakítása, az intézményrendszereinek a kialakítása az alapeszköz ahhoz, hogy a helyi társadalom és helyi gazdaság megerősítésével ezt a fajta hosszú távú fenntarthatóságot el tudjuk érni a mezőgazdaság révén, egyfajta élelmezési, élelmiszerbiztonságot tudjuk magunknak teremteni. Abszurd az a helyzet, ami ezzel szemben egy globalizált világban kialakul, semmilyen szempontból nem magyarázható. Egyedül a profit a tőke szempontjából magyarázható a rendszer. Gondoljuk el, behozza Kínából a kétes eredetű tejport, követhetetlen egyébként, minél hosszabb ez az élelmiszerlánc, annál inkább biztosak lehetünk belőle, hogy nem vagyunk képesek kontrollálni, mi történik ezen a láncon. Alapkövetelmény, hogy lerövidítsük, lehetőleg egészen közel hozzuk egymáshoz a termelőt és a fogyasztót, egyfajta közös érdekeltségben. Ebben az élelmiszer és élelmezési biztonsági közös érdekeltségben, ahol ilyen mozgásokat látunk is a világban, a helyi társadalom egyfajta finanszírozást biztosít a helyi gazdatársadalom számára, hogy ezt a fajta biztonságot a számára megteremtse. Megfinanszírozza a gazdálkodást, a gazda pedig ellátja a helyi közösségeket, a fogyasztói közösségeket biztonságos, szermaradványmentes élelmiszerrel. Szemben azzal a globalizált, hosszú élelmiszerlánccal, ahol mindenféle izorendszereket kitalálnak, homogenizálni akarják a szabályrendszert, mindenkire ugyanazt a szabályt akarják ráhúzni, azért próbálkoznak ilyenfajta egyébként teljesíthetetlen szabályrendszerrel, mert hogy minél hosszabb a lánc, annál több a probléma. Ezért jönnek mindig újabb és újabb minőségellenőrzési biztosítási rendszerek, ahelyett, hogy az alapproblémát kezelnénk, nevezetesen azt, hogy nagyon távol kerül egymástól ebben a globalizált világban az élelmiszer előállítója az élelmiszer elfogyasztótól. Ezt a láncot kell mindenáron lerövidíteni, szóval abszurd az, amit a globalizált világ teremt, hogy ide a tejporos pillanat visszatérjünk, követhetetlen körülmények közt előállítanak tejport ismeretlen körülmények között nagy rész, nem is a saját hát gazdasági régiónkból származott, esetben 1000 kilométerről érkező valamilyen alapanyag, úgynevezett tejet állítanak elő itt egy tejüzemben, ebből a egyébként olcsón nyilván olyan körülmények közt állítja elő, hogy ott helyben is nyilván komoly problémákat okoz a társadalomban, mert hogy kizsigereli a helyi társadalmat, és azért tud olyan olcsó lenni, meg a természeti környezetet is kizsarolja, és így tud olcsón valamiféle anyagot szállítani. Ebből úgynevezett tejet állít elő itt, miközben úgynevezett tejüzemnek a környezetében tönkre mennek azok a gazdag, akik ott helyben elő tudnák állítani az egész társadalom számára ezt a bizonyos élelmiszert, a tejet, mint alapélelmiszert. Ez egy abszurd helyzet, és nem csak emiatt problémás, hanem hát számos környezeti problémáját is föl tudjuk hozni. Energetikai problémát, ugye arról beszélünk, hogy alternatív energiaforrásokat kell keresnünk, mert kimerülő félben vannak az energiahordozók. De nem arról szól sajnos a történet, azt próbáljuk vizsgálgatni, hogy tudjuk helyettesíteni majd a petrolkémiai bázist, vagy a kőolaj származékokat, a kőolaj, a földgázt egyéb energiahordozókkal. Az alap problémához kell visszanyúlnunk, hogy mitől ilyen energiaigényes például ez a gazdaság, ami kialakult a világon.
Nyilván, aki a logisztikában érdekelt, tőke érdekeltségeket tulajdonolja, hát az olyan rendszereket próbál a döntéshozókra rákényszeríteni, vagy olyan körülményeket teremteni, ahol szállítgatni kell, minél többet hurcolászni föl a lávilágban. De ha helyben elő tudjuk állítani ezt a tejet, akkor ez teljesen értelmetlen máshonnan hozni, hihetetlen energiaköltséget jelent, egy tonna kilométer az 5 megazsult jelent. Ugye 1000 kilométerekre hurcolunk 100 000 tonnákat. Elképzelhető, micsoda energiaigénye van ennek. Tehát alapvetően a gazdálkodásunk, környezethasználatunk rendszerét kéne átalakítani, hogy annak az alapenergiaigényét tudjuk valamilyen módon mérsékelni ilyen dolgokkal. Környezeti hatásairól nem is beszélünk. Hát ugye ez a föl alá hurcolásás elképesztően megterheli azt a környezetet, amiben hurcoljuk föl alá ezeket az élelmiszereket. Ez a neoliberális tőkeérdekeltség, globalizációs törekvés rendkívül nagy tőkeerővel jelenik meg persze a döntéshozatalokban. És nem csak Magyarországról van itt szó, hanem az Európai Közösség Bizottságát is belakja, a világkereskedelmi tárgyalásokon eléri, hogy olyan játékszabályok alakuljanak ki, amely ebbe az irányba tereli a folyamatokat. Ezzel szemben a saját érdekeink mentén, a helyi közösségek érdekei mentén gátat kell szabni. Két ilyen megoldás is kínálkozik, amit fel kell vetni, és úgy látom, hogy fogadókészség is van most már Európában is, itthon is, a mezőgazdasági bizottságban is, újabban egyre több kérdés kapcsán fölmerül, hogy a problémáknak az alapoka ebben keresendő. Ez pedig az, hogy az áruk szabad áramlása kategóriájából az élelmiszereket és a mezőgazdaság teljesítményeit, alapteljesítményeit, amit a társadalomnak nyújt, mint nemzetbiztonsági kategóriába tartozó dolgokat, ki kell venni az élelmiszer, vagy az áruk szabad áramlása kategóriájából. Legalább az alap élelmiszerekre el kell tudni érni, hogy bizony az önrendelkezésünket visszaszerezzük. Egy másfajta törekvés, de ezzel nagyon rokon, ami látszik a világban, az pedig úgy mondja, hogy az élelmiszer önrendelkezés kérdését kellene tulajdonképpen fölvetnünk. Az élelmiszer botrányok is jelzik, és sok egyéb kedvezőtlen folyamat jelzi, hogy az élelmiszereket másképp kell kezeljük, és az élelmiszerek előállítását, azok körülményeit, az azt tudó rendszereket más szempontok szerint kell minősíteni, és abból keletkező árukat másképp kell kezelje a társadalom, hogyha ezeket a nemzetbiztonsági szempontból fontos teljesítményeket fontosnak gondolja valóban, és hosszú távon működtetni akarja a társadalmat, gazdaságot, fönn akarja az egyensúlyát gazdasági, társadalmi, környezeti szempontból tartani. Szóval ezeket más kategóriába kell sorolni, mint az általános áruforgalommal kapcsolatos világkereskedelmi megállapodásokat. Nem egyszerű, mert az Európai Közösség is deklarálta, az egyik alapelve az áruk szabad áramlásának a minden hatósága, az ebbe vetett hit, hogy ez mindenféle előnyökkel jár majd a helyi társadalomra, a helyi gazdaságra. Nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy gyakorlatilag a helyi társadalom tönkre megy, a helyi gazdálkodókat kiszorítja a globális tőke, nagy tőkeerővel bejön, és az árakat természetesen fogyasztói oldalról egy ideig alacsonyan tudja tartani, mert akkor a tőkeereje van, hogy ezt megteheti. Kivéreztetheti, ha szabad így mondani, a helyi gazdaságot. És amikor a helyi gazdaság, amely ezt a fajta nemzetbiztonságot, amiről beszéltünk, garantálni tudna, eltűnik, abban a pillanatban monopól helyzetbe kerül, kartelezik, megállapodik egymással, felosztja a piacot, és utána olyan árakat diktál a helyi közösségeknek is, és az egész társadalomnak, a fogyasztóknak is, a városnak is, amilyeneket akar, amelyeket a tőke érdekei megkívánnak. És nyilván, ha itt ezt a folyamatot a profit maximalizálás vezéri hosszú távon, egészen biztosan katasztrofális következményei vannak ennek a folyamatnak. Mondom még egyszer, nem csak a vidék társadalmára, hanem legalább olyan mértékben érinti ez az egész társadalmat, és benne a város, mint fogyaszt, alapvetően fogyasztó társadalmát is. Ugyanilyen nemzetbiztonsági kérdés az energiaellátás. Ugye a modern gazdaságok, és itt a vidék társadalmáról vagy falu közösségeiről nem arról van szó, hogy őnek ne lennének igényeik a modern társadalom nyújtotta lehetőség iránt. Másfajta életmódot kínál természetesen a falu, és ezt kell megerősíteni. De az energia az a modern társadalmakban egy meghatározó központi elemmé válik. Látszik, hogy egy ország esetében is mit jelent az, hogyha kiszolgáltatottak vagyunk különféle általunk kevéssé befolyásolható piacnak. Minden fönntarthatott társadalom a történelemben is, és azóta is látjuk ezt a törekvést,
más országok esetében, és arra törekszik, hogy az energiaellátását amennyire lehet függetlenítse ezektől a bizonytalan piaci viszonyoktól, és a kiszolgáltatottságát csökkentse ezektől a piacoktól, ezektől az általa nem befolyásolható körülményektől. Ennek alapeszköze, hogy az energiaellátásban is ugyanezt a belülről kifelé rendszert kell követni. Kis léptékű egységekből kell építkezni egy energiarendszer, itt óriási viták vannak, hogy az energiaellátásban egyébként sok szempontból az atomenergiát például tisztának minősítő felfogás akár bizonyos értelemben elfogadható is lenne, de nem ez a lényege. A lényege az, hogy a centralizált nagy rendszerek, Paksi atomerőmű az energiaellátásunk 40%-át biztosítja, a villamos energiaellátásunk 40%-át. Minden olyan rendszer, amely nagy központi egységekből építkezik, rendkívül sérülékeny, minden szempontból sérülékeny. Most, hogy csak egy egészen szélsőséges helyzetet mondjuk természeti katasztrófa esetén. Nem csak összeomlik az energiarendszerünk, hanem például egy atomenergia esetén egyéb körzeti problémákat is fölvet. Vagy egy terrortámadás által támadhatatlan egy diffúz rendszer, ami kis egységekből építkezik, hát mit támadjon? Ezt az egy tanyát, ahol van egy szélkerék, ami ott ellátja? A rendszer támadhatatlan. Minél centralizáltabb egy rendszer, annál inkább támadható sok szempontból. Természeti katasztrófák, más háborúk egyéb esetén is az energiarendszer sokkal támadhatóbb, hogyha föl van fűzve egyrészt mindenki nagy hálózatokra, másrészt ezek a hálózatok az energiát nagy központokból kapják. A kiszolgáltatottsága nő ilyen rendszerekben a végletekig a társadalomnak. Tehát minden társadalom, vagy legalábbis amelyek az utóbbi időben ennek a veszélyeit fölfogták, törekszik a helyi energiaellátó rendszerek kiépítésére. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni. Ahogy ez régen is működött, például a mezőgazdaság melléktermékei nem fő haszonvételi energianövényekben kell gondolkodnunk, mert nem az élelemtermelés elől kell a földet elvenni. Mert annak az élelemellátásban jelentkeznek majd a hátrányai, ha mindenütt biodízelt és hasonló ügyeket gondolunk termelni. Nem erről szó történet. A mezőgazdaságnak sok olyan mellékterméke, hulladéka egyéb van, ami szinte, és az erdőgazdaságot is ide értve annak a nyesedékei, hulladékai és a többi, sok olyan biomasszát állít elő, amely direkt módon élelmiszerként nem hasznosítható, vagy nyersanyagként sem hasznosítható, ugyanakkor az energiaellátásban nagyon komolyan rásegíthet. Oly módon, hogy adott esetben, amikor csúcsokat lehet elérni ezekben az energiaellátásban, tehát nem egyenletes ez az energiatermelés az ilyen rendszereknek, akár rátermelhet központi hálózatokra, és utána, amikor pedig mélypontra jut a helyi energiaellátás, onnan vételezhet. Ilyen rendszerek működnek a világban. De alapvetően a föltöltése ezeknek a hálózatoknak is helyben, kis egységekből történik. Először ellátjuk magunkat, a települést, mondjuk a feleslegeinket, mint ahogy az exportnál az élelmiszernél mondtuk, rá tudjuk termelni, ki kell építeni ennek a hálózatait, hogy ez fogadókész legyen a fölöslegek fogadására, el tudjuk tárolni, és amikor pedig kevesebb a helyi termelés, akkor ezt vissza tudjuk adni, és egyfajta homeosztázist, így mondják, egyensúlyt tudunk fenntartani, valahogy így működik a természet is, az ember szervezete is. A hormonális szabályozásunktól kezdve sokféle rendszer így működik, egy egyensúlyi állapotot tud így fönntartani, de alapvetően a helyi energiatermelés és ellátás ennek a rendszernek ugyanilyen hálózati rendszerben alapeleme. De mondok mást is az energián kívül. Újra fölvetődik, és nagy örömmel látom, hogy ilyen kezdeményezések el is indultak, egy picit megint a gazdaság felé kacsingatva. A pénz belső forgatása. Úgy is mondhatnám, hogy és ennek egyik formája a helyi pénzkibocsátás. Amikor a helyi, ugyanis a gazdasági stabilitás, a helyi társadalom és helyi gazdaság stabilitását az adja, hogyha minél kevesebbet szállít kívülről be, és minél hosszabb ideig belül forgatja az energiákat, az élelmet, és ebbe a kategóriába tartozik maga a pénz is. Ugyanis a tevékenységeknek a nyeresége nem hagyja el a közösségét. Ott belül marad. Fölhasználható ez a fajta
profit termelő képessége annak a közösségnek, valóban a közösség fejlesztésére, a közösség megerősítésére, a helyi gazdaság megerősítésére. Tehát csak akkor kerülök kapcsolatba a központi pénzrendszerekkel, bankokkal, a kamat világával, amikor olyan termékről vagy szolgáltatásról van szó, amit ott a közösségemben nem tudok. De hogyha ezt egy kellő körben szervezem meg, akár ez minimalizálható. Alig kell kifelé kapcsolatokat teremtenem, és maga a produktum, az eredménye a gazdaságnak az a belül fog forogni, és a belső fejlődést segíti, a belső kohézióját a gazdaságnak erősíti. Ugye ez a kezdeti stádiumban lévő kezdeményezések Sopron környékén, például a kék frankkal, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egymás között egy közösségeből elszámolunk a teljesítményekkel. Hát a pénznek ez volt a funkciója, korábban nem volt kamat. A banktőkének a profitja az abból származik, hogy a gazdaság eredményének egyre nagyobb hányadát, mint ahogy látjuk, elvonja a gazdaságtól. És ebből keletkezik az az extra profit, ami ráadásul ebben a térségben a legnagyobb a banktőke számára. Hihetetlenül vannak nagy banki érdekeltségek, akinek leányvállalataik vannak különböző országokban, multinacionális banki érdekeltségek, furcsa módon épp Magyarországon a legnagyobb az éves eredményük. Pénzügyi válság ide-oda, itt keletkezik a legnagyobb haszon. Most ezzel nem úgy tud védekezni egy közösség, hogyha ezt a minimumra szorítja az igénybevételét ennek a rendszernek. Hanem egymás között elszámolunk, különféle formái lehetnek, például lehet ennek az úgynevezett helyi pénz is, ami nem klasszikus értelemben pénz, inkább egyfajta bónusz, elszámoló jegy, amivel a teljesítmények egyenértékét meghatározzuk, és ki a saját teljesítménye, a közösség számára nyújtott teljesítménye arányában kap ebből, és ezzel tudunk egymás között is elszámolni, mert közvetlenül esetleg nem tudjuk átváltani. Nem biztos, hogy az a pedagógus, aki angol nyelvet tud tanítani, éppen annak az asztalosnak a teljesítményére szorul, aki pedig tudna neki bútort előállítani. Tehát, hogy el tudjunk számolni egymás közt, a pénz klasszikusan erre szolgált valamikor. Ezt a funkcióját egyre inkább elveszítette, elvált a reálgazdaságtól, és egyfajta öntörvény szerint működik. A gazdaságnak, a társadalomnak ebben a vonatkozásban az a védekezési mechanizmusa lehet, hogy amennyire lehet ettől a gazdaságtól és társadalomtól elidegenedett banktőkétől távol tartja magát, és a reálgazdaságban előállított eredményeket belül tartja a közösségén, és a közösség fejlesztésére használja, ahelyett, hogy extra profitot biztosítana bizonyos banki köröknek. Ugye ez úgy valósítható meg, ez az egész, amiről beszéltünk, hogyha a legnagyobb mértékben a helyi erőforrások és rendszerekre támaszkodunk. Ez igaz az energiaellátásunkra, az élelmiszerellátásunkra, és ez egyfajta más körzethasználati rendszert is jelent, hogyha erre vonatkozik a kérdés. Az iparszerű gazdálkodás logikája az ipar logikáját követi. Az iparszerű mezőgazdaság egy energiaintenzív, kemizált, erősen gépesített mezőgazdaság, egyfajta biológiai ipar, ami nem a természeti rendszereket akarja használni, hanem elhatároz a piac ismeretében bizonyos funkciókat, tevékenységeket, és a környezetet alakítja, gyötri, műtrágyázza, növényvédőszereket visz be, próbálja alkalmassá tenni arra az elhatározott tevékenységre, ami ott a környezetben nincs is benne. Egy olyan rendszer, amely ezeknek a nemzetbiztonsági szempontból fontos szolgáltatások, ezeket nemzetbiztonsági szempontból fontos szolgáltatásokat is tudja nyújtani, ott pedig a helyi erőforrásokra, a helyi rendszerekre, a helyben meglévő adottságokra támaszkodó környezethasználati rendszerekről beszélünk. Ilyen dolgokra gondolok, nem komplikált ügyekre, hogy például az őshonos, hogyha mezőgazdaságról beszélünk, az őshonos növény és állatfajtáink. Ezek a fajták itt válogatottak ki. Ezek alig igényelnek külső beavatkozást, ráfordítást, mert jól érzik magukat ebben a közegben. Kevésbé betegednek meg, kevesebb növényvédőszer, műtrágya egyéb kell ahhoz, hogy a környezet alkalmas legyen, sőt, adott esetben nem is szükséges, akár ökológiai gazdálkodás folytatható ezekkel az itt kiválogatódott fajtákkal. Természetes, aki mondjuk vegyszert szállít, egy multinacionális tőke érdekeltség, az tiltakozik az ilyen rendszerek ellen, mert hát hiszen a piacát tesszük tönkre. Hogyha azt mondjuk, hogy kérem szépen, nincs szükségünk arra az intenzív fajtára, mert nekünk vannak saját fajtáink, vannak génbankjaink, ahol ott vannak hagyományos fajtáink, gyönyörű
jó minőséget adó, lehet, hogy nem csúcsra járó, de biztonsággal megtermeszthető fajtáink, helyi speciális fajtáink, amelyekkel évszázadok alatt kialakult helyi specialitásainkat elő tudjuk állítani. Nem kell homogenizálni a kereskedelmet se ezekkel a termékekkel, hanem éppen, hogy a helyi termékek feldolgozásával tudjuk megőrizni azokat a tradicionális élelmiszereinket, hagyományainkat, amelyek ráadásul egy globalizált világban is fölértékelődnek. Ugye az amerikai nem azért akar Magyarországra jönni, hogy itt a McDonald's-ba ugyanazt tegye, mint amit kint eszik Amerikában. Ha valami ide akar jönni, és ez egyre inkább így lesz, akkor arra kíváncsi, hogy itt mit lehet speciálisat, finomat, valami különlegeset elfogyasztani, egy biztonságos, tiszta környezetben, és nem az, hogy azt kapja-e itt is, amit otthon kap. Azért nem kell neki ide jönni. Tehát erre a fajta, a helyi erőforrásokra épülő, egy ökológikusabb, a helyi viszonyoknak megfelelő, a tradícióinkra, a hagyományainkra épülő gazdálkodásnak nagyobbak a lehetőségei, még az idegenforgalomban is, mint ami egy fontos ráépülő ágazat lehet. Tehát erre a fajta logikára sokkal több minden építhető. Újraépíthetők ennek a bemeneti oldalán a helyi teljesítmények is, mondjuk a kézművesség, vagy a termékeinek a helyi földolgozása, és azoknak a helyi piacokon való értékesítése, de építhető erre egyfajta speciális idegenforgalom, turizmus. Jobban jár Magyarország, hogyha egy olyan képet alakít ki magáról, kifelé is, hogy itt tiszta, élő, egészséges környezetben egészséges és biztonságos élelmiszert, specialitásokat, különlegességeket lehet kapni, szemben azzal a homogenizált világkínálattal, ami felé a világpiacra szállító cégek vonatkozásában ez a homogenizáló törekvés tereli a gazdaságot. Szóval sokkal jobban járunk a helyi erőforrásokra, helyi rendszerekre, helyi tradíciókra építve, a helyi gazdaságot erősítjük meg, belülről kifelé egyfajta nemzetbiztonsági szempontot is figyelembe véve szervezzük meg a helyi gazdaságot, és ezzel védekezünk, megakadályozni nem tudjuk másképp ezeket a globalizációs folyamatokat, csak ha az ellenrendszerét, az ellenszérumot, mint a mérgezésnél előállítjuk, és azt gondolom, hogy a helyi gazdaság megerősítése és a helyi közösség megerősítése, a helyi erőforrásokra támaszkodó, a energiát, élelmiszer, pénzt, egyebeket belülforgató, úgynevezett diffúz gazdaságot, kisegységből építkező gazdaságot építjük föl, és ezzel megerősítjük a helyi társadalmat is, munkát, megélhetést biztosítva a helyi közösség számára, és egyfajta környezeti stabilitást, biztonságot is teremtve, ami a fenntarthatóságnak egyik legfontosabb alapeleme. Olyan rendszereknek a kialakítása, amelyek hosszú távon működőképesek, elképzelhetetlen a helyben, generációk során fölhalmozott tudás és ismeret nélkül. Ilyen rendszerek tulajdonképpen részben az adottságoknak a vizsgálatával alakíthatók ki, nevezetesen tudnom kell a környezetnek azokat a sajátságait, amelyek meghatározzák, hogy milyen rendszereket lehet ott alkalmazni. Nem a környezetet alakítom az elhatározott funkciókhoz, hanem a helynek, a tájnak, a termőhelynek, helynek megfelelő funkciókat, tevékenységet hozok. Most hogy jön ehhez a helyi tudás? Nagyon érdekes megfigyelni, akár ha régi térképeket előveszünk, határhasználati térképeket, vagy monográfiákat egy-egy település múltjáról, gazdálkodásáról, a közösség működéséről, akár odáig elmehetünk, hogy a törvényhozó székely falu szabályai, a rendtartó székely falu szabályai, mint alapkönyvek, amit újra ki kéne Magyarországon adni, hogy is működött ez a helyi közösség, és mik voltak azok az alapértékek, amelyekre építkezett. De nagyon érdekes gazdasági szempontból megfigyelni, hogy tulajdonképpen a rendszer maga úgy alakult ki, egy határhasználati rendszer, egy gazdálkodási rendszer és szokások, fogások, mint a helyi tudásnak a részei, mint ahogy a biológiában is megfigyelhetünk egyfajta evolúciót, az élővilág, ahogy fejlődik. Ha szerves a fejlődés, akkor kiválogatódnak azok a megoldások, amelyek hosszú távon működőképesnek bizonyultak. Nem kell a mostani közösségnek mindent újra felfedeznie. Nem kell neki az összes lehetséges verziót kipróbálnia abban a térben, azon a településen, azon a határrészen, hanem elég, hogyha
visszatekint tisztelettel azokra, akik ezt évszázadokon keresztül végigcsinálták, és megnézi, hogy mi is vált be nekik ott. Kiválogatódnak ugyanis a generációk során, amikor az ember mindenfélét kipróbált abban a térben. Különféle verziókat, mint hogy az élet is kipróbál különféle konstrukciókat. Aztán vannak olyanok, amik életképtelennek bizonyulnak, és vannak, amelyek még tovább mennek, és azon az ágon fejlődik aztán tovább mondjuk a biológiai objektum. Ugyanígy a gazdálkodásban is ez a szerves fejlődés kitermeli azokat a megoldásokat, a földhöz kötődő agrikultúrát, ami ott jól működött a helyen, ami a helyben benne van, ami az adottságaiból fakad. Ha előveszünk ilyen régi térképeket, nagyon érdekes, hogy az osztrák-magyar monarchia idején, nem tudom mennyire közismert, a monarchia hadserege három időkeresztmetszetben minden településről gyönyörű térképeket készített. Ugye a hadseregnek fontos volt mindig is az, hogy pontosan tudja, hogy mi is történik ott a térben. Tehát elég precíz, pontos térképek ezek, amelyeket, hogyha egymás után rakunk, vannak olyan fix megoldások, amelyek a különböző időszakokban mindig ott megjelentek. Itt volt az erdő, ott volt a szőlő, ott volt a gyümölcs, és nem véletlenül. Mert kipróbálták különböző helyeken, és ahol működött a dolog, ott tud megmaradni. Itt volt a rét, ott a legelő, ott a kaszáló. Nem véletlenül. Ott sose volt szántó. Mert az a tér, kipróbálgatták sok mindenre, nem alkalmas arra a tevékenységre. Na ez az a helyi tudás, amit nagyon nagy butaság, ostobaság lenne félretolni, és azt mondani, hogy kérem, az nem korszerű, az öregek nem értettek hozzá, majd mi megmondjuk, hogy hogyan alakítjuk át a környezetet, és úgyis az lesz, amit mi szeretnénk. Ez egyébként is az ipar logikájának megfelelő, a teret alakítja az elhatározott funkciót, és kiküszöböl minden külső környezeti hatást. A mezőgazdaság sosem ilyen volt. Tehát a mezőgazdaságban sokkal-sokkal nagyobb a helyi tudásnak, a tradíciónak, a helyhez kötődő ismereteknek a szerepe, és csak azok a rendszerek lesznek, biztosak lehetünk benne, hosszú távon működőképesek, amelyek az évszázadok során kiválogatódott megoldásokat, határhasználati rendszereket alkalmazzák. Ha mondjuk egy ilyen térképen egy példát mondjuk, talál az ember ilyet, hogy kenderföldet, oda van írva a dűlőre, akkor biztosan tudhatjuk, hogy ott nagyon sokféle növény, hogy ezt az egy példát hozzam termeszthető, mert az biztosan egy középkötött, mély réteg, egy kiváló termőhely, ahol sok minden megterem, hát a kender ilyet igényel. Tehát olyan növények jöhetnek szóba, amelyek ezzel az igényel azonosak. Itt Gödöllő nálunk kecskés dűlő. Csak a kecske tud legelni, mert olyan vacak homok területről van szó. Nyilván egészen más megoldásokat kell alkalmaznunk. Tehát a mezőgazdaság hosszú távon működtethetetlen a helyi tudás nélkül, a helyhez kötődő tudás nélkül, ez pedig stabil helyi közösségek kellenek, akik ezt föl tudják halmozni generációk során. Nem véletlen a neoliberális politika épp ezeket a helyi közösséget, meg a helyi tudást próbálja eltávolítani a rendszerből. Mert így tudunk ezekkel a globalizációs folyamatokkal is egyensúlyt tartó helyi rendszereket kialakítani, meg jobban fognak működni a fenntarthatóság mind három dimenziójában, mint ezek az egyoldalú tőkeérdekelt rendszerek, amelyek nem tartanak igényt helyi tudáson. Sőt, a helyi tudáson kívül a helyi erőforrásokat is megpróbálják eltávolítani. Egy példát mondjak, ugye ezeknek a rendszereknek az alapja, hogy nem csak a megoldások válogatódnak ki, hanem persze kiválogatódnak ezek a helyi fajták, tájfajták. A génbanki hálózatok eltávolítása például, amiben ott vannak ezek a génkészletek, amelyeket évszázadok során fölhalmozott ez a közösség itt a Kárpát-medencében, az útban van. Nem tud bejönni a saját fajtáival, amihez a saját műtrágyát, növényvédőszerét és a többit, gépét, mindent el tud adni, kapcsolt árukért. Magyarországon is megpróbálkozott ezzel a multi, a genetikailag módosított fajták kapcsán például, egyik nagy multinacionális tőkeérdekeltség bizonyos fajtáival be akar jönni, és az egyik magyarországi kutatóintézettel kutatási megállapodást kötött, nem is olyan régen, 4 évvel ezelőtt, hogy ezeket a genetikai módosításokat az ő szabadalmait beépíti a magyar fajtákba, majd pedig megpróbálta ezen az intézeten keresztül megszerezni a Magyar Génbankot. A Tápiószelei Agrobotanikai Intézetben van a génkészleteinknek, a helyben kialakult fajtáinknak, a helyi gazdaság alapjainak 80%-a. Minták 80%-a, a világ egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkezünk egyébként Magyarországon. És kísértetiesen hasonlóan próbálta ez a multinacionális tőkeérdekeltség eltávolítani, megsemmisíteni ezt a génbankot, mint ahogy ezt megtette Indiában a rizsgénbankkal.
a helyi közösség a helyi tudásra, a helyhez kötődő tudásra és a helyi biológiai erőforrásokra, a saját fajtáira, az évszázadok során kiválogatott fajtáira támaszkodva tud ellenállni ennek a folyamatnak. Nyilván ezt éri a legnagyobb támadás. Ezért kell a helyi közösséget is fölbontani, hogy ezek a tradíciók ne legyenek folytathatók. Aki úgy kerül oda szociális menekültként mondjuk egy tanyára, az már nem tudja, hogy ez hogy volt. Tehát a szerves helyi közösség, a szerves fejlődés, és ebben a fejlődésben fölhalmozott helyi tudás, és a kiválogatott termelési alapok, amelyek oda szintén a helyhez illeszkednek, ezek egy egységet képezve lehetőséget adnak a közösség számára, hogy ellenálljon ezeknek a folyamatoknak, és a saját stabilitását fenntartsa. Úgyhogy meghatározó ez a helyi tudás, hogyha fenntartható társadalomról, fenntartható helyi közösségről, fenntartható gazdaságról, vagy bármiről beszélünk, ami a fenntarthatósághoz tartozik, az a helyi tudás, a helyben felhalmozott ismeretek nélkül és a erős helyi közösségek nélkül, amelyek viszik tovább ezt a tudást, az elképzelhetetlen.